A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, és Horváth Lajos Zoltán, a főigazgatója ennek a centrumnak. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Ami így az apropóját adja ennek a mai beszélgetésnek, sok minden történt egyébként így a centrumot és a szakképzést tekintve. Ahogy én láttam, nem sokára november 10-től indulnak a nyílt napok az intézményekben. Hogyan kell elképzeljük ezeket a nyílt napokat? Miért olyan fontos, hogy legyenek ilyen nyílt napok? Hát azért miért fontos az egyértelműen az, hogy a 7-es, 8-as korosztálynak ugye nagyon fontos az is, hogy nem csak az aktuálisan beiskolázandó tanulókra kell fókuszálni, hanem már a következő évre is akár, sőt még akár lejjebb is lehet majd menni. Ugye a pályorientációt az óvodától kell kezdeni, ezt nagyon sokszor szoktuk hangoztatni, és ez így is van. De hogy igazából a profiljukat, az, hogy mit csinálnak a mindennapokban, hogy működik egy műhely, egy labor, egy gépterem, vagy bármi hasonló, ezt ott tudják megmutatni. Volt korábban egy szakmák éjszakája rendezvény országos szinten, ami ugye kinőtte magát, és az Európai Unió is átvette szakképzési hét formájában. Akkor volt egy olyan programelem, hogy be lehetett fizikailag is tekinteni, ki lehetett próbálni a szakmákat, és ezt majdnem minden iskolánk átvette, és így működnek a nyílt napok, hogy kicsit ilyen interaktívabbakká váltak. Ugye mindegyik intézménynek kicsit másabb napja van, tehát hogy így aki még tényleg nem tudja eldönteni, hogy mi szeretne lenni, annak azért többször is lehetősége van akár végigjárni mind a 11 intézményt. Igen, megpróbáltuk úgy összerakni ezeket a nyílt napokat, úgy beosztani a napokat, hogy mindenhova el tudja jutni, tehát hogyha valaki kíváncsi, akkor az összes iskolánkat végig tudja látogatni, van amelyiket akár kétszer is. Ugye szóba került itt már a pályaorientáció, hogy nyilván ezt nagyon kiskorban el kell kezdeni. Fontos a szakképzésben a pályaorientáció, hogy ezt már ugye hamar megláthassa a gyermek, a felnőtt, úgy értem a szülő, hogy mégis mi az, amit szeretne csinálni a gyermek. Volt nem olyan régen egy pályaorientációs konferencia, legalábbis láttam róla egy kis videót. Mi ennek a lényege? A pályaorientációs konferencia egészen pontosan az jövő héten kedden lesz, a kerekasztal volt róla gyakorlatilag. Egy évvel ezelőtt elindult egy olyan kezdeményezés, ami most mondhatom nyugodtan, hogy az országban egyedülálló módon történt. Ugyanis nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel a területtel, hogy pályaorientáció. Nagyon sok központi mérés is létezik, de az, hogy ez a összesen technikailag 7 szervezet leüljön egy asztalhoz, és ugyanazt az érdeket a tanulót figyelembe véve egy közös együttműködést kössön, na erre még nem volt példa, és ez történt meg itt az elmúlt egy évben Fehérváron. De kancellár azt mondja, ebből részletesebben tud mondani, mert én később kerültem ebbe a projektbe, mint ő, úgyhogy, de gyakorlatilag ez volt most tegnap zárult az egyik kör. Igen, ennek volt egy előzménye. Még a Covid időszak előtt egyszer mi már leültünk egy ilyen hasonló kerekasztal beszélgetésre, és akkor elkezdtük mi kialakítani ennek a rendszerét, hogy hogyan tudnánk azt megoldani, hogy ne végezzünk párhuzamos tevékenységet, viszont a gyerek minden lehetőséget ki tudjon használni. Mert hogy például, hogyha arról van szó, hogy tanműhely látogatás, mi is szervezünk, ott vannak a nyílt napjaink, és a kamara is szervezett ilyeneket, illetve üzemlátogatás gyáraknál. Szintén több szervezet oldotta ezt meg, és hogy ez teljesen felesleges két szálon, vagy akár három szálon futtatni egy tevékenységet, hangoljuk össze, nézzük meg, hogy ki, melyik szervezet mit tud inkább vállalni, melyikhez van kapacitása, vagy egyébként hozzáférhetősége, és akkor így osszuk be egymást között a feladatokat. Ezt nagyon nehéz volt megvalósítani, hiszen azért van némi ellenérdekeltség így a szervezetek között, de ez az egy év, ez arról szólt, hogy hogyan tudjuk összehangolni a munkát. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Ehhez sikerült kialakítani egy olyan weblapot, egy olyan portált, ahol viszont mind a 7 szervezetnek az összes ajánlatát el fogja érni a szülő, a gyerek, illetve akár általános iskolás kolléga is, tanárok is, és ott találnak mindenféle információt. Nem olyan régen, hát lehet, hogy mondjuk már egy évvel ezelőtt voltak vendégeim, Fűrész István, ugye pályaorientációs rendszerről beszélgettünk, ami egy egyedülálló, így a szakképzési centrum csinálja ezt így egyedül. Mi is ennek a pályaorientációs rendszernek a lényege? Hát tulajdonképpen nagyon büszkék vagyunk rá, mert a Fehérvár megyei értéktárba bekerült, mint érték ez a pályaorientációs rendszer. Mi úgy gondolkozunk, hogy óvodától
kezdődően a korosztálynak megfelelő eszközöket fejlesztettünk ki. Tehát van társasjátékunk, van kártyajátékunk, vannak olyan kiadványaink, amik az oktatókat, a tanárokat segítik, amik a szülőket segítik, van hozzá egy másik olyan weblap, ami kifejezetten pályorientációs információkat nyújt. Tehát olyan eszközöket próbáltunk összerakni, amit óvodás kortól, középiskolás korig, illetve most már a felnőtteknek a pályamódosításhoz ahhoz alkalmas eszközöket is készítsünk. És mivel ez felöleli a teljes spektrumot, ezért neveztük mi ezt egy rendszernek, és így kell ezt elképzelni. Ugye a szakképzési rendszer az megújult, most már azért vannak tapasztalatok. Mik a tapasztalatok? Igen, ezt szoktuk viccesen mondani, hogy az új szakképzési törvény 4 éves lett, tehát most már nagy csoportos. De gyakorlatilag az első technikumi évfolyam, aki elindult az új törvény égisze alatt, ő most 12-es. Tehát most fogjuk tudni lepróbálni először ezt az új érettségi rendszert is, ami rájuk vár. A tapasztalatok nagyon jók egyébként. Ugye a képzés úgy néz ki, hogy van 2 év ágazati alapozó oktatás, ezután a technikumról beszélek, a szakképzőben pedig 1, és ezután pedig ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, és így kerülnek az ágazati alapvizsgát követően a szakma választás irányába. Gyakorlatilag vannak olyan ágazatok, ahol több szakmát is tudnak, vagy szakmai kimenetet tudnak választani, és abból megtehetik azt, ami őket jobban érdekli. Van olyan ágazat, ahol viszont csak egyet tudnak, úgyhogy viszonylag könnyű a döntés. És ott pedig a technikumban 3 év, a szakképzőben pedig 2 év szakirányú oktatás következik. A szakképzőben is és a technikumban is viszont egy olyan kuriózum lett a képzésben, hogy bekapcsolódhatnak a cégek, a duális oktatás már elkezdődik ebben a korosztályban, egy szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, ők ezért bért kapnak. Ha nem bért kapnak és benn vannak az iskolában, akkor pedig ösztöndíjat kapnak. Az ágazati alapozás alatt egységeset, szakirányban pedig átlagfüggően kapnak ösztöndíjat, de ez a 60 ezer forintos kategóriáig is elmehet, ami egy, ha visszagondolunk a saját középiskolánkban, sok mindent adtunk volna 60 ezer forintos ösztöndíjért tanulmányi alapon. És a tapasztalat az lett, hogy a statisztikák szerint is, a cégek visszajelzései alapján is nagyon örülnek annak, hogy kikerülnek hozzájuk a tanulók, mivel ugye mindig az volt a régi rendszerben a vád, hogy már el lettek rontva egy kicsit, mire oda kerültek a duális, vagy a most duális partner, akkor a céges világban, akár 13-as korukban. Most viszont olyan lehetőség van, hogy a teljes szakirányoktatásukat is ki tudja vinni a cég. Tehát azt mondja, hogy ő képes megtanítani minden olyat, ami a mi szabályozott dokumentumainkban benne van, akkor ő bevállalja ezt akár a 3 évre vagy a 2 évre a teljes szakirányi oktatásukat, és mindent ott tanulnak, sőt, még arra is lehetőség van, hogy a vizsga is a cég telephelyén történjen meg, tehát még az sem kell, hogy egy másik géphez vagy eszközhöz kelljen egy vizsga helyzetben alkalmazkodnia, hanem 3 vagy 2 év alatt megszokta. Úgyhogy a visszajelzések minden tekintetben nagyon jók, céges tekintetben is. Ugye szakképzőseink vannak, akik már végeztek új rendszerben, a technikumok pedig most kerülnek abba a fázisba, hogy előrehozott érettségit fognak tenni, főleg matematika, magyar és történelem tárgyakból, és így mennek át majd a 13. évükre, ahol nyelvből és a szakmai tárgyból tesznek vizsgát. Ott valószínűleg az fog történni velük, ugye egy emelt szintű érettséginek minősülő szakmai vizsgát fognak tenni. Tehát gyakorlatilag így fejeződik be az 5 éves egységes, az a képzésben pedig ugye 3 éves. Ugye itt már szóba került a duális képzés, ami tényleg egy nagyon jó dolog már így középfokon, hogy így ott kint a cégeknél tanulják meg, de azért vannak ugye műhelyei is a szakképzési centrumnak. Mi a helyzet ezekkel a műhelyekkel, mennyire felszereltek? Ez változó. Minden intézményünknek megvannak azokat a műhelyei, amelyekben az alapozó képzést, azaz 1 illetve 2 évet, hogyha bent töltik, ahhoz minden rendelkezésre áll. A szakirányú oktatáshoz pedig azt mondom, hogy 70-80%-os ellátottságban vagyunk. Magához, ahhoz, hogy valaki vizsgát tudjon tenni, ahhoz minden eszközünk megvan. De ugye minden iparágban fejlődés történik, és ezeket az eszközöket, ahogyan fejlesztik, és megjelennek a munkaerőpiacon, azt azért mi nagyon nehezen tudjuk követni, és ezért nagyon fontos nekünk az, hogy a duális partnerekhez ki tudnak menni a tanulóink, még abban is, abban az esetben is, hogyha esetleg nem tanulószerződéssel mennek ki, de el tudnak menni 1 hétre, 2 hétre üzemlátogatásra, vagy időszakosan egy-egy modulnak az oktatására, ez nagyon fontos, hiszen ezeket a legújabb technológiákat ott tudják igazán megtanulni. Egyébként az ellátottságunk minden tekintetben jó, és most azt gondolom, hogy még jobb lesz, mert sikerült egy olyan komoly pályázatot megnyernünk, amelyikben az összes gépésztanműhelyünknek a felújítása meg fog történni, eszközvásárlással együtt. Ez milyen értékben valósul már? Hát ez tulajdonképpen nagy értékű, összesen 6,5 milliárd forint, de ebben benne van több épületfelújítás, illetve
a Deák iskolánknak egy új épület szárnyának a megépítése is. Mikor a várható? Tehát milyen időtartamban lehet gondolkodni? Ezt én már aláírtam. Most még várjuk, hogy a másik oldal is aláírja ezeket a támogatási szerződéseket, és 2026 első negyedévében lesz a zárása. Ugye szervezetfejlesztésen is átestek. Ezt hogyan kell elképzeljük, hogy mi minden történt? Attól függ, hogy melyik szervezet. Igen. Igen. Tehát tulajdonképpen a szakképzésben az állandóság, hogy mindig változunk. Tehát folyamatosan át kell szervezni a dolgokat, és mi bent a centrum életében is úgy gondolkozunk, hogy folyamatosan fejleszteni kell magunkat, úgyhogy mi is átszerveztük egy kicsit most a centrum dolgozói rétegét is. Tehát most például létrehoztunk egy olyan karbantartói csoportot, aki eddig úgy működött a rendszerünk, hogy minden iskolában volt egy-két fő, aki helyben meg tudta oldani az ottani feladatokat, de mondjuk az egyik villanyszerelő volt, a másik asztalos, és akkor igazából csak azokat a feladatokat tudta ellátni. Most megoldottuk azt, hogy létrehoztunk egy központi karbantartó műhelyt és központi karbantartó csoportot azokkal a kollégákkal, akik ugye ott vannak, a villanyszerelő, az asztalos és egyéb végzettségűek, és így minden iskolában el tudjuk látni azokat a feladatokat, amelyeket eddig egyedül egy valaki nem tudott megoldani. Tehát egy ilyen fajta átszervezésünk is van, illetve hát bent a munkaszervezést is kicsit átgondoltuk. Hát a tanügyigazgatás, ugye a szakképzési centrumban még egy kuriózum van, duális vezetés van. És itt gyakorlatilag a duális vezetésnek az a lényege, hogy van egy gyakorlatilag egy eszközpark fejlesztés, üzemeltetés, minden, ami pénzzel kapcsolatos, ha le akarom sarkítani a történetet, ő a kancelláriához tartozik, és a karbantartó csoport is például, vagy bármi hasonló, és az iskolák szakmai felügyelete, tanügyigazgatás, beiskolázás, ezek a területek pedig a főigazgatóhoz tartoznak, vagy ehhez a területhez. Ezért a tanügyigazgatási területen is próbáltunk egy kicsit fejleszteni. Nagyon sokszor volt az, hogy nem volt egyértelmű, nagyon bagatell dologra kell gondolni, adatszolgáltatásokra például, amiket tőlünk is kérnek, és mondjuk az iskoláktól, hogy ez egy közös platformra kerüljön a centrumon belül, amiben teljes menedzsmentet lehet csinálni a jóváhagyástól, az ellenőrzésen át, stb. Ezt vezettük be például most szeptember 1-ével mi, már ugye nyári fejlesztést követően, ami egy kicsit megkönnyítette a folyamatoknak az utánnyomon követését, vagy utánkövetését. Úgyhogy ilyeneket meg mindig próbálunk meg, ha valami, beismerjük azt, ha valami nem működik, és akkor próbálunk változtatni. Ez a lényeg a fejlesztésünknek. Igen, már csak azért is, mert elvárás is, de mi is azt tapasztaltuk, hogy a minőségítési rendszer az egy nagyon fontos rendszere az intézményünknek, és itt ennek a kialakítása is most zajlik, tehát a teljes intézményrendszert átfogó minőségirányítási rendszer. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés, hogy ezt megléptük. Még nem vagyunk a végén, ebben az évben érnek az iskolák annak a folyamatnak a végére, amikor a saját önértékelésüket el kell, hogy végezzék, és utána pedig jön majd a külső értékelés, és így majd jövőre kapunk ebből egy visszajelzést, hogy hogyan haladtunk, és mennyire jól sikerült ezt megoldanunk. Tényleg akkor folyamatos változás, fejlődés itt a szakképzés Fehérváron is. Ugye már itt szóba került a 6,5 milliárd forintos fejlesztés, ami pályázati forrásból valósul meg, és ha jól tudom, akkor új épületrész is megvalósul majd. Így van, hát ebben a pályázatban először a Deák intézményünknek az egyik épületszárnyát szeretnénk megépíteni. Ez eredetileg, amikor készült az iskola, akkor oda volt tervezve egy épületszárny úszodával, különböző kiszolgáló helyiségekkel, de az valamiért nem valósult meg abban az időben. Viszont a helye megvolt, a lehetőség megvolt, és most nyertünk rá pénzt, úgyhogy tulajdonképpen azt tudjuk elérni, hogy a Deák iskoláknak a tanműhelyei, ami tankonyha, cukrászat, ezek most a Bugátnak az alsó szintjén helyezkednek el. Így haza tudjuk vinni ezeket a feladatokat, mert így ott az új épületszárnyban ki tudunk alakítani tancukrászatot, sőt a olyan konyhát is, amelyik egy kiszolgáló konyha lesz, tehát egy étteremmel, amely a külvilág felé is nyitott étterem lesz, illetve lesz egy szállodai részleg, ami egy ilyen imitált mini szállodai részleg, úgyhogy tulajdonképpen a turizmus vendéglátás ágazatot is ki tudja majd szolgálni. Ez lesz a legnagyobb eleme ennek a pályázatnak. Ezen kívül a Széchenyi iskolának és a Váci iskolának a gépészt a műhelyét teljes mértékben felújítjuk, illetőleg nagyértékű eszközöket tudunk beszerezni, ezeket a fém megmunkáló eszközöket be tudjuk szerezni. Az összes intézményünkbe szeretnénk bizonyos mértékig bútort cserét, hogy már ne ezekben a régi típusú padokban kelljen ülniük, hanem azért egy megújított, illetve azt a
fajta csoportmunkát kiszolgáló padokat, székeket, eszközöket tudjunk bevinni, ami segíti a csoportmunkát. Ezt is informatikai fejlesztésre is majd lesz lehetőségünk. Itt igazából egy ilyen általános informatikai fejlesztésre kell gondolni, mert nagyon elavultak már az eszközeink, hiszen ezt nagyjából 3 évente cserélni kellene, és azért vannak 8-10 éves gépeink is. És ugye tényleg egy ilyen átfogó rendszerben tudunk most gondolkozni. Ha így össze lehetne foglalni, akkor mi minden befolyásolja egyébként így a szakképzésnek az eredményességét? Azért sóhajtottunk egy ilyen nagyot, mert tulajdonképpen az eredményesség az egy komoly kérdés, hogy mit nevezünk eredményességnek, hogy a szakképzés mikor eredményes. Hát én azt gondolom akkor, hogyha minden tanulónk el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, a saját választott szakmájában. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy valaki elvégez valamilyen szakmát szerez, elvégez egy intézményt, egy iskolát, és végül nem abban a szakmában helyezkedik el. Az senkinek nem jó eredmény, mert a tanuló feleslegesen tanult, ez igazából az állam részéről is egy úgymond pénzkidobás, hiszen nem azt tanulta. Úgyhogy mi abban gondolkozunk, hogy ez lenne nekünk az igazi eredmény, hogyha mindenki el tudna helyezkedni a saját szakmájában. Ugyanakkor abban is gondolkoznunk kell, hogy ha már elhelyezkedtek ezek a tanulók, akkor milyen visszajelzést fogunk kapni, hogy milyen szakmai tudással kerültek ki. És ezt mind nagyon sok minden befolyásolja. Én azt gondolom, hogy ez az új rendszer, amit most kialakítottak ezzel, hogy duális partnerek bevonásával, a legújabb technológiákkal való ismerkedéssel tudjuk emelni azért a szakképzésnek a színvonalát. Ez mindenképpen látszik is egyébként, és a visszajelzésekből is ez adódik. Ugyanakkor azért vannak nehézségeink is, amiket le kell küzdenünk, és nem titkoltan a szakmai oktató csapatunk, a szakoktató, illetve szakmai oktató gárdánk azért 50 év és a fölöttiek. Úgyhogy például az nagyon befolyásolja a mi képzésünket, hogy tudunk-e bevonni fiatal szakembereket, és most azért kezd kialakulni egy olyan együttműködés a cégekkel, hogy most már jó páran rendelkezésünkre bocsátják, így a csúnya szóval kifejezve, azokat a szakembereket, akik óraadóként el tudnak jönni hozzánk. Ez nagyon nagy segítség, mert ők hozzák azt a fajta gondolkodásmódot, azt a fajta legújabb tudást, amit egyébként másként nem tudnánk megadni. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy meg tudjuk újítani a szakembergárdát, ez befolyásol minket, illetve hát azt gondolom, hogy maga az a kapcsolattartás a cégekkel, ami szükséges ahhoz, hogy olyan szakembert kapjanak, ami erre vágynak. Igen, és ez nagyon fontos volt mindig, az iskolai szempontból is fontos, de most a centrumnak is fontos, hogy az ipar igényeit felmérjük. Az iparnak alatt értem most a teljes agglomerációknak az igényét, és ezért számos új ágazatot is képesek voltunk a közelmúltban is beiskolázni, tehát vagy egy egyáltalán meghirdetni, hogy mire van szükség, mert annak semmi értelme nincs, amit kancellárosszony is mondott, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik nem a saját szakmájukban fognak elhelyezkedni. Ami gyakorlatilag a sikerességet még befolyásolja, hogy most az oktatás kicsit összefügg a munkaerői piaci igényekkel. Mire gondolok, hogy egy olyan oktatási rendszerből jövünk, ahol bement a gyerek az órára, mindent egyedül kellett csinálnia. Nem kommunikálj senkivel, gondolkodj egyedül, ne használj eszközöket, figyelj oda, majd bekerült a munkaerőbe, dolgozz csapatban, kérdezz bátran, mindenre felkészítettük, csak arra nem, ami a céges elvárás volt. Főleg a változáshoz való alkalmazkodás. És ugye az oktatói gárdának a folyamatos továbbképzésére azért is van szükség, mert hogy a mai gyerekek, ha nem kapnak 5000 másodpercen belül valamire választ, akkor a motivációjukat teljesen elveszítik. És nem bántásból, csak ez teljesen normális a régebben oktatók között, hogy azért ők, ez az eljáérünk arra még stílusban is egy csomó tisztet a kivételnek, ami nem baj, de abban a korszakban ez volt a normális. Most viszont a fiatalabb oktatók bevonása ezt a rugalmasságot, ezt az azonnali változáshoz való alkalmazkodó képességet is segíti, úgyhogy ezért is nagyon fontos. Még egy eredményesség kérdése, a lemorzsolódás. Igen. Hogy hányan hagyják el úgy az intézményeinket, hogy nem szereznek valamilyen végzettséget. Ennek egyik alapvető összetevője az, hogyha olyan szakmát választ valaki, ami ő hozzá illeszkedik. Ezért nagyon fontos ez a pályorientációs rendszer, amit mi kidolgoztunk. Ebből már van visszajelzés, hogy országosan nagyon-nagyon jó eredményt értünk el abban a tekintetben, hogy készült egy felmérés, és megkérdezték a tanulókat, hogy miért kerültek abba az iskolába, ahova.
tehát hogy a szülők segítették a pályaválasztást, vagy tudatosak, vagy de, és a mi diákjaink országosan sokkal magasabb százalékkal azért választják, mert ők ebben látják a jövőjüket, értik, hogy mit fognak kapni, milyen szakmát fognak tanulni, ezért nálunk elég alacsony a lemorzsolódás. És most úgy tűnik, hogy ha sikerül megoldanunk ezt a rugalmas tanulási utakra való nyitást, akkor egyáltalán nem lesz lemorzsolódásunk. Igen, amikor indult egy ginopos projektünk, ez a 623-as projekt volt még 17-ben talán, akkor is az volt a cél, hogy egy országos ilyen 20x%-os, 25%-os volt a lemorzsolódás. Ez azt jelenti, amit az előbb is hogy mondtunk, hogy végzettség nélkül hagyta el a rendszert. Na most ez nálunk eleve akkor is ilyen 10% környéki volt, ami nekünk a vállalás sokkal nehezebb volt, hogy ezt 10% alá vinni, mert ha valaki 25-ről indul és 15-re, az egy 10%-os csökkenés. Nálunk ugye az volt, sőt volt olyan iskolánk, ahol 0,1%-os volt ez a lemorzsolódás. Inkább felmorzsolódások szoktak lenni a végére, ha lehet ilyen szót használni, mert hogy többen vannak év végén, mint év elején. De összességében ez egy nagyon nagy kihívást jelentett, és erre épült is egy digitális alkotó műhelyünk ennek a pályázatnak a keretében, ahol nem csak a bejövő gyerekek pályorientációja fontos, hanem a bent lévőké is. Hiszen nagyon sokszor lehet az, hogy nagyon rossz korosztályban választanak szakmát, vagy ágazatot, vagy egyáltalán iskolát a gyerekek. Ez a 14 éves korosztály, ez például informatikában nagyon jellemző az, hogy a játékokból ítélnek, és akkor bekerülnek az informatika ágazatba, majd amikor a Python programozás ugye szembe jön, akkor így, nem ezt akarta, nem is gondolt rá, hogy ilyen van. És ekkor van az, hogy merni kell azt is kimondani, hogyha rossz ágazaton van a tanuló, és merni kell azt mondani, hogy át lehet menni a 11 iskolánk bármelyikébe, akár városon belül, vagy megyén belül, mert hogy annak semmi értelme, hogy kudarc érje 11-es korban, amikor rádöbben magától is, hogy nem fog ez menni, és akkor kezdjen el valamit előről. De erre van, mint a kancellár azt mondja, tehát a rugalmas tanulási utak, ez egy új rendszer. Ugyannyira úgy, mint a szakképzési törvény, tehát 4 éves, de egy létező rendszer, ami azt jelenteni, hogy ha valakinek valaha nem sikerült befejezni az általános iskolát, de szakmát szeretne, mert most a munkaerőpiacon most már a 8 általános végzettség sem elegendő, ugye, hogy egy gyártósorra kerüljön valaki, oda is valami szakma kell, akkor lehet arra lehetőség, hogy egy dobbantó programba becsatlakozva, ez most például a mi esetünkben megpróbáltunk férfias és nőiesebb szakmákat választani, és így a Vörösmartiban vannak a részszakképesítéses lehetőségek, illetve a Deákban az ilyen eladó cukrász és szakács fronton lehet ebben gondolkodni. Az a lényege, hogy egyéni képességektől függően bejön a dobbantó programba, ez lehet, hogy 2 hónap lesz neki, lehet, hogy fél év lesz neki, lehet, hogy 1. Kifejezetten kompetenciafejlesztés zajlik, és amikor úgy ítéli meg az iskola, hogy ő képes arra, hogy a szakmai tudást elsajátítsa, akkor áttengedik a műhelyiskolába, ami a régi inasmester rendszerben működik, annyi, nem maszekolni megy vele, hanem reméljük, hanem gyakorlatilag mester és tanítványa kapcsolat alakul ki. Nincs az egyik képzési verzióban sincs osztályzás, nincsenek tantárgyak, nincsenek jegyek. Annyi van, hogy a végén azt mondja az oktató, hogy mehet vizsgázni. És akkor nem igazi szakmát kap, hanem egy részszakképesítést kap, de az egyenértékű a 8 általános végzettségével is, tehát azzal együtt megkapta azt is. Innentől kezdve viszont bármilyen szakképzésbe be tud csatlakozni szakmaképzés tekintetében, tehát visszaadjuk azt a lehetőséget, amit akár lehet, hogy 15 éve nem tudott befejezni, mert mondjuk úgy adódott az élete. Ez azt jelenti a másik olvasatban, hogy ha van egy olyan diák, aki bekerült hozzánk, és nem sikerül valami miatt hozni azt az eredményt, amit ő szeretne, vagy amit mi szeretnénk. Ugye sokszor az volt, hogy megbuktam 3 tárgyból, akkor elmegyek, itt hagyom az iskolát. Ha már nem tanköteles, akkor kiléphet a rendszerből. És most megpróbáljuk azt elérni, hogy ne lépjen ki senki a rendszerből, hanem ha mindenképpen valahova lépnie kell, akkor lépjen egyet vissza, és akkor bekerülhet ebbe a valamelyik programba, és akkor el tudjuk érni, hogy végzettség nélküli elhagyás ne legyen az iskolákban, hanem valamilyen szakmai végzettsége mindenképpen legyen. Sőt, még arra is gondolta a rendszer, hogy ha valaki egyáltalán nem tudja, hogy hova akar menni, tehát fogalma nincsen se szülőknek. Az előbb említett felmérés 3. vagy 4. tagja volt az, hogy mert a szülő ezt mondta, hogy ide menjek. Ez is benne van a statisztikákban. De ha véletlenül abszolút nincsen, akkor van orientációs évfolyam is. Ez technikailag azt jelenti, hogy ott
kiderítjük, mire van szüksége, és akkor lehet átterelni a dolgot intézménybe. Elképesztő, hogy mi mindenre van akkor lehetőség már igen. Itt a mai szakképzésben is, hát itt Székesfehérváron is. Szóba került már itt egyébként, hogy az iparnak milyen igénye van, milyen szakmákra. Mely szakmák azok, amik leginkább, hát legalábbis igen, tehát hogy az ipar igényli ezeket a szakmákat? Hát Fehérvár ipara, ugye elektronika, gépészet, informatika területe főleg egyébként, ami nagyobb volumenben. De valójában, ha megnézzük a mi palettánkat, a pénzügyi részeket, a kereskedelem, vendéglátást, ügyviteli részeket, építőipart, akkor kvázi mi is le tudjuk fedni. Tehát az egész szakképzési centrum portfóliója gyakorlatilag Fehérvár és agglomerációnak az ipara vagy céges világát fedi le. Én most nem tudok olyan szakmát mondani a nálunk oktatott szakmák közül, amelyikben, ha valaki végez, akkor ott fog állni az ajtóban és gondolkozik, hogy hol helyezkedjek el. Tehát szinte minden szakmánkat, ahogy régen szokták mondani, hiány szakma volt, most már szinte minden szakmánk hiány szakma. Hogyha a diákok részéről, vagy a diákok felől nézzük, akkor mely szakmák azok, amik mondjuk a legmenőbbek? Tehát, hogy amit a leginkább szeretnek választani a diákok? Informatika, ez nagyon-nagyon népszerű. A turizmus vendéglátás ágazat szintén. Ott a vendéglátás most nagyon divatos, ugye a sztárséfek mutatják azt a lehetőséget, hogy akkor, úgyhogy a pincércukrás szakát képzéseink is nagyon népszerűek, de a szépészet ágazat a lányok esetében, és fiúk esetében is, hiszen fiúk is vannak ott, de tulajdonképpen a gépészet a következő. Tehát nagyon, azt kell mondjam, hogy ha megnézzük a jelentkezések számát minden évben, akkor minden területen túl jelentkezés van. Igen. Ugye egy valaki nem egy helyre jelentkezik, hanem akár 4-5-6-8 helyre is jelentkezhet, ezért rangsorolják a jelentkezéseiket, és ezek a jelentkezések megjelennek nálunk, tehát nem nagyon tudok olyat mondani, amelyikre nem nagyon lenne jelentkező. Illetve hát van azért olyan szakmánk, ami nem annyira népszerű, és ezt nagyon fontos lenne tudatosítani szülőkben és a tovább tanulni vágyó gyerekekben is, hogy ezek a szakmák, ezek az építőipari szakmák, ez a köműves, asztalos, épületasztalos, szárazépítő, tehát azok a szakmák, amik építőipari szakmáink, ott viszonylag kevesebb jelentkezőnk van, pedig ez egy nagyon komoly megélhetést jelentő szakma ma már. És ma már nem úgy dolgoznak ezek a szakemberek sem. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a BIM rendszerben itt megkapja egy valamilyen eszközön azt, hogy ő neki mit kell elvégezni, az alapján kell dolgozni, már informatikával vezéret. Minden. Hát azt, hogy a vakológép, ahogyan vakol, tehát már ezek a szakmák is teljesen átalakultak, de valahogy az van a köztudatban, hogy ha köművesnek mész, akkor neked ott folyamatosan lapátolni kell, és ez ilyen nehéz fizikai munka. Ez valóban igaz, nehéz fizikai munka, de nagyon sokat változott. És nagyon-nagyon kevés szakember van. Tehát, hogyha vízvezetékszerelőt szeretnék keresni, hát most őszinte vagyok itt minden nyilvánosság előtt, hogyha nem lenne ismeretségem, nem biztos, hogy találnék, majd csak 2-3-4 hét múlva esetleg találnék valakit, aki ellátja ezeket a feladatokat. Nagyon nagy hiány van belőlük, és ezek a szakmák például nem annyira népszerűek a diákjaink körében. Viszont egy óriási változás is megfigyelhető, tendenciális változás. Az a gimnáziumok kontra szakképzés aránya, ugye onnan indultunk el még az új törvény előtt, hogy jelentősen többen jelentkeztek a gimnáziumban, mint úgy unblock a szakközépiskolákba, vagy a szakképzőiskolákba, vagy szakmunkásképzőkbe. És most viszont, ha összevegy, már eleve a technikum megelőzi önmagában a gimnáziumi jelentkezéseket, tehát maga a technikum. Ha meg a szakképzőt is bevonjuk, akkor ilyen 3/4-1/4 arányban vagyunk most jelenleg a beiskolázásban. És a képességekben is változás történt. Régen volt az a dolog, hogy a kettes tanuló vagy, akkor jó vagy szakmunkás vagy gyereke. Nem. Amit az előbb is kancellárasszony is mondott, ma már az építőipar is 3D-ben nyomtatja a házakat. Tehát ehhez nagyon komoly matematikai és egyéb logikai készségekre. Ugye a kompetencia elvárások is átalakultak a gyerekekkel kapcsolatban, ilyen kritikus gondolkodás és társai előrébb jöttek a régi, vagy föl sem volt a listán, vagy hátrébb volt a listán. Tehát gyakorlatilag van olyan technikumunk, ahol 4,3-as a bejövő gyerekek átlaga például, ami komolyan fejtörést okoz még egy gimnáziumnak is akár. És a kimeneti, tehát 4,5-es átlagú iskoláink vannak össziskola átlagban. Tehát ez jelentősen javult a bemenő gyerekek és a bentlevők eredménye. Ezek az eredmények alapozták meg azt, hogy szerintem, így ahogy megnéztem, a centrumok közül mi vagyunk az egyetlen olyan centrum, aki 5 okleveles technikus képzést is indíthatott. Igen, ráadásul ami még nagyon fontos volt, hogy elkészült idén először februárban a 100 legjobb technikumi rangsor.
És ez azt jelenti, hogy 508 ilyen intézmény van nagyjából az országban. Igen. Ebből 100-at rangsoroltak különböző szempontok, érettségi eredmények, szakmai vizsgáredmények, versenyeredmények, rengeteg figyelembe vehető elvárás volt. És nekünk 5 olyan tisztán technikumunk van a 11 iskolából, aki nem szakképző és technikum, hanem csak technikum, és ebből 4 fönn van ezen a listán az első 100-ban. Ilyen 100-ban. Sőt, annyira, hogy van 80. helyünk is, de van 240-es, és van 18. helyes iskola is. Úgyhogy nem is tudták az iskolák még akkor, hogy mi az elvárás, majd értelemben, hogy mik a rangsorra kerülésnek az elvárás rendszere. Most már ugye nagyjából jobban tisztában van vele mindenki, úgyhogy erre jobban figyelnek a dolgokra. De hogy például a műszaki területen az első 20-ban 3 iskola van országosan, abból az egyik a Széchenyi. Úgyhogy, de mondjuk a Hunyadi Tyáki tér, az első Istvánt is megemlítettem, mindegyik felkerült erre a listára. Úgyhogy ez egy óriási eredmény. Az okleveles technikus képzés az meg egy másik óriási eredmény. Magának a technikumnak a létrehozása az arra ment ki, hogy a középvezetői réteget visszaállítsa, a régi technikus végzettséget. De ennek van egy olyan szegmense is, akik annyira kiemelkedő képességűek, hogy miért nem mennének tovább szakirányban egyetemre. És ugye ez megint összefügg a duális oktatással is, mert az egyetemeink, akik városi szinten egyetemek vannak, ott is a duális partnerek kvázi megegyeznek a középiskolai duális partnerekkel, és akkor elképzelés az volt, hogy 11-ben kimegy a tanuló a duális partnerhez, végigkíséri a teljes 3 éves szakirány oktatását, majd bekerül az egyetemi oktatásba, ahol a diplomáig elkíséri ez a cég. Most, ha így nézzük, akkor melyik cég tudja 8 év alatt kiválasztani a munkavállalóját, mire odaér a senki. Igen. Tehát ez is volt. Az okleveles technikus képzés az pedig azért fontos, mert ha egyetemi együttműködés van a technikum és az egyetem között, vagy együttműködés van, akkor 30-tól, hát most már van a 60 kreditig, akár fél vagy egy tanévnyi kreditmennyiséget is elismernek mindenféle kérelem nélkül a tőlünk menő gyerekeknek, pusztán az együttműködés miatt. Természetesen el kell érni bizonyos eredményeket bizonyos tárgyakból, de ez egy óriási munka volt, hogy az egyetemek és mi leültünk iskolákként, és végigegyeztettük a képzési kimeneti követelményeket, és meghatározták az egyetemek, hogy ebből mit tudnak ugyanolyan teljes értékű jegyként vagy kreditként elfogadni, mint ha az egyetemen tanulta volna a tanuló. És most vannak olyanok is, akik elég szép magas kreditet jelentenek, tehát akár egy tanévet is nyerhetnek majd. Igen, mert ugye ez kétféle szempontból fontos. Az egyik az, hogy ezeket a tárgyakat az egyetemen már nem kell teljesíteni. Tehát marad energia azokra, amik miatt ki szoktak potyogni. Az a bizonyos műszaki matematika és azok a különböző tárgyak. Így marad energia erre. Illetve hát lehet rövidíteni. Tehát van olyan képzésünk, ahol fél évet, vagy akár egy egész tanévet, tehát 2,5 évet is tud rövidíteni az egyetemi képzéséből a tanuló. Most már csak néhány percünk van, ez még engem érdekelne, hogy ugye felnőtteket is képeznek, tehát hogy nem középszinten kell elsősorban, vagy hát nyilván elsősorban úgy kell gondolkodnunk, de hogy vannak olyan felnőttek, akik itt, hát aki lehet, hogy 40 évesen dönti, úgyhogy dönt, mondjuk, hogy kozmetikus lesz. Mennyire, vagy hogyan lehet ezt összefoglalni, hogy mennyi felnőttet érint az, hogy kicsit későn gondolkodik, hogy ő akkor szakmát szeretne tanulni? Hát amikor megalakult a centrum, akkor 1200 ilyen fő volt, most olyan 1700 körül van, aki jelenleg a mi iskola rendszerű képzésünkben vesz részt felnőttként. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy vannak cégek, akik saját dolgozóikat is képezik, ővelük együtt azért ez már ennél jóval nagyobb létszámot jelent. Kicsit több mint 40 olyan cég van, aki a saját dolgozóit képezi, és itt olyan 800 fő körül állunk most jelen pillanatban, akik ilyen formában vesznek részt a képzésben. Miután ingyenes az első ilyen lehetőség, és az új rendszer szerint, aki már 4 éves ugyan, az új rendszer szerint mindenkinek van erre lehetősége, hiszen az OKJ nem számít bele. Tehát ha valakinek eddig volt valamilyen szakmai végzettsége, azt most nem kell figyelembe venni, tiszta lappal indul, tehát mindenkinek egy szakmát tudunk így teljesen ingyenesen biztosítani, illetve hát ráépülést, tulajdonképpen két szakmát tudunk kihozni belőle, mert akár ráépüléssel, akár mellé rendeléssel két szakmát tudunk neki biztosítani. És ahogy néztem, hogy itt is van nappali lehetőség is, és van hát ilyen esti oktatás is. Igen, de ezt estinek csúfoltuk, de egyéni. És még egy dolog, hogy annyiban nem lett lenullázva az OKJ, hogy a tudásuk viszont beszámítható. Tehát arra is lehetősége van minden iskolai igazgatónknak, hogy ő validáltatja a tudást, nem csak papírt, tehát igen, az volt, hogy csak papírt lehetett elfogadni. Most azt mondja, hogy valaki 20 éve esztergagép mellett áll, de nincs papírja. Viszont csukott szemmel esztergál. Nem ajánlott, de meg lehet tenni. És
azt mondja, hogy felméri a tudását, és akár egy évet is elenged neki a képzésből, és rögtön a vizsga évébe kerül az illető. Így vannak rövidebb képzéseink. Igen. Most már vannak egy éves, másfél éves, két éves képzéseink. Sőt, pont a célunk a rövidítés. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak itt a Köztér című műsorban. Tényleg nagyon rugalmas ez a rendszer. Én legalábbis így innen ebből a székből úgy látom, hogy sok minden változással együtt nagyon rugalmassá tették. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen mi is. Kedves nézőink, a Köztér vendége volt Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja és Horváth Lajos Zoltán, ennek a központnak a főigazgatója. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.